A Múzeumok Nemzetközi Tanácsának 1997. májusában Moszkvában megtartott 11. kongresszusán határozták el a Múzeumi Világnap megünneplését. Azóta már több száz ország, közel 30 ezer intézménye vesz részt minden évben az eseményen. A hivatalos megfogalmazás szerint az ünnep célja, hogy az éveme napján komolyabb figyelem forduljon a múlt emlékeit őrző és bemutató intézmények felé. A Múzeumi Világnap az valóban az adott helyi múzeumokra próbál, illetve azoknak a közösségekhez, kötődéséhez valamiféle pluszt adni. Úgyhogy ez az alkalom 1977 óta, hogy a világ több mint 100 országában a múzeumok ilyenkor ünneplik a múzeumi eszmének a gondolatát, tehát a múzeumi eszmének a fontosságát. Az elmúlt 10 évben azért azt lehet mondani, hogy volt egy erőteljes átrendeződés, mind országosan, mind kisebb múzeumok tekintetében. Itt elsősorban a törvényi változásokat követően azért a településekhez sokkal jobban kezdtek kötődni ezek az intézmények, tehát ez a Szekszárdi megyei múzeum vonatkozásában is ez így teljesen tetten érhető, mert hát hiszen alapítása óta Szekszárdi volt az intézmény, de 2013. január 1-e óta a fenntartónk is Szekszárd megyei jogú város önkormányzata, és ez egyfajta plusz lényegében információt, illetve löketet adott ahhoz, hogy a szekszárdi vonatkozású gyökereit a múzeum még jobban ki tudja emelni, meg tudja mutatni. És ezt számos kiállításban meg tudtuk mutatni, és több kiadvány is készült ebbe a témába. A kor kihívásait követve az egész múzeumi világ megváltozott, mondta Ódor János Gábor. Az a fajta múzeumi látogatói magatartás, amely arról szól, hogy bejön valaki, körbejárja a tárlókat, majd távozik, már a múlté. Messzebbről nézve az elefántcsontoronyban ülő tudósok képe az most már azt gondolom, mind helyben, mind országosan a múlté, és sokkal inkább egy élő közösséget kell, hogy alkosson az adott településekkel, vagy az adott tájegységekkel. A világ változik, tehát ezzel emellett nem lehet elmenni, tehát a múzeumi szakma sem megy el emellett a változások mellett, tehát sokkal több és más módon kell viszonyulni a látogatói réteghez, illetve azoknak a igényeihez, annak a kiszolgálásának. Tehát régebben azért sokkal több időt töltöttek a múzeumban az emberek, jobban néztek egy-egy kiállítást. Manapság és főleg a Covid időszak mutatta meg, hogy mekkora jelentősége van az internetes jelenlétnek is, és ez is egyfajta tanulság is volt, amit már nagyon sokan levontak az elmúlt mondjuk így egy-két évben, hogy ezt a jelenlétet, amellett, hogy nagyon fontosak a ténylegesen megvalósuló programok, emellett ezt az internetes megjelenést ezt fenn kell tartani, és meg kell erősíteni. A Múzeumi Világnap Szekszárd esetében a névadóról, Wasinski Monról való megemlékezést is jelenti. Tulajdonképpen a múzeumnak a születésnapján a Wasinski Monra, illetve az ő munkásságára emlékezünk, és hát igen, egyrészt mindig van még mit kutatni, illetve felhozni, felmutatni, másrészt meg azt gondoljuk, talán mondhatom, hogy többes számba is, hogy Wasinski élete azért egy fantasztikus példa, hogy akarattal, kitartással, tudományos alapossággal milyen messze el lehet jutni. Az idei ünnepség alkalmat adott arra, hogy az érdeklődők Vizi Márta muzeológus előadásában képet kapjanak a múzeumpalota építésének történetéről, no és arra is, hogy az arra érdemesek átvegyék az intézmény névadójáról elnevezett díjakat. A múzeumi emlékdíjat idén Kacián János helytörténész vehette át. Néhány tárgyal sikerült segíteni a múzeum gyűjteményét, és talán ez lehetett az indíték arra, hogy szóba kerültem. Elég nagy könyvtáram van, abból tavaly hoztunk be 120 kötetet, mint Tolna megye helytörténeti vonatkozású kötete. Aztán különböző tárgyakat, amelyeket itt-ott amúgy sikerült gyűjteni, és az én koromban már nagyon fontos, hogy valami biztonságos helyet tudjak ezeknek, és arra gondoltam, hogy ennek a legjobb helye itt lesz a múzeumban. A honismereti mozgalomban való részvétel szerintem elsősorban otthonismeret. A szűkebb lakóhely gyerekkortól kezdve, ami köti számtalan emlék, ahol felnő az ember, és ahol tudja, hogy
melyik épület miről nevezetes, melyik utcasarkon, hogyha befordul balra vagy jobbra, akkor a városnak egy milyen szeletével, képével fog találkozni. Én azt hiszem, hogy ez nagyon fontos. Idővel aztán persze kitágul a kép, a kisebb haza mindig nagyobb lesz, de azért a gyökerek itt vannak a lakóhelyen. Vosinszky díjban részesült a múzeum két munkatársa is. Ez egy kiemelkedő díj. Nekem igazából nagyon fontos, mert ez a díj jelképezi azt, hogy amit végzünk munkát, az mind a tudomány számára, és mind a közösség számára is jelentős. Igazából ezt a díjat azt hiszem azért kaptam, mert terepi munkát nagyon sokszor végeztem munkaidőn kívül, tehát hétvégéket is feláldozva, szombat-vasárnapokat, tehát a közösségi régészeti programon belül civil segítőkkel együtt jártunk terepeket, új lelőhelyeket, illetve korszakokat derítve fel, és ezzel is ugye bővült a régészeti adatoknak az ismerete. Az idei Vosinszky díj másik tulajdonosa Lubányi Anita múzeumpedagógus lett. Én nagyon remélem, hogy hozzá tudunk adni, ugye az informális tudáson kívül egy kicsit másabb szemszögből tudjuk megvilágítani a dolgokat. Vannak olyan óráink, amik egész komplexnek tekinthetők, amiben van egy kis mese előadás is, van hozzá játék, van hozzá kézműves foglalkozás, ismeretátadás és élmény egyben. Most hárman dolgozunk fő állásban múzeumpedagógusként, illetve van egy kollégánk, aki a német múzeumi órákat tartja, tehát hogy elindult egy jófajta összefogás, és van, hogy együtt dolgozunk egy-egy foglalkozáson, ami által sokkal tényleg komplexebb lehet egy múzeumi óra. A Múzeumi Világnap alkalmával az intézményhez kötődő társadalmi szervezetek helyezték el koszorúikat a névadó Vosinszky-mór szobránál.